miután nekem kapcsolatom van a zenepalotában és a szakközépiskolában, azután mindig nagyon kitűnő zongora tanszak volt, kitűnő tanárokkal és tehetséges szolgálós diákokkal. Valaha én is zongorista voltam, csak aztán rossz útra tértem és organista lettem. De máig megdűlölnek az zongoristák, amikor megszerűdítik ezt a háromlábú fekete szörnyet, és gyönyörű szép Scarlatti és Beethoven szonátákat, Bach preludium és fugákat, Chopin etüdöket játszanak rajta. Azt kívánom önöknek a mai estére, hogy ugyanúgy bűvölje meg önöket az zongoristákat. Jó szórakozást kívánok! Thank you.
Thank you.
Folytatott tanulmányok a Zeneakadémián, köztük Friedrich Ágnes, Szücs Lórán,
és Falvai Sándor zongoraművészek, aki napjainkban a Liszt Ferenc Zeneakadémia professzora és egykori rektora. Itt szeretném egy kicsit megragadni az alkalmat, hogy a június 17-i nagy jubilóni számú koncertünkön Falvai Sándor játékát is. A tanszak további éveit meghatározó tanárok között kell a teljesség igénye nélkül említenünk még Herszényi Bálintot, Bogdán Emíliát, Szűcs Ilonát, Ötvös Péter zenekar édesanyját, Rőcz Ferenc tanár urat, Pap Zoltánt és testvérét, Pap Gábor, aki ma is aktív a tanításban, és őt is üdvözölhetjük majd a hangverseny során. Vagy Zsemberényi Dudás Magdolnát, Benkő Zoltánt, Csipka Évát, Torma Gabriellát, Acél Pétert, Hennel Andrást, Bozsgai Zoltánt, Wagner Ritát, Váradi Emőkét és Harsányi Sárát. Körünkben üdvözölhetjük Csabai Csillát és az Egressy Erkel Zeneiskola igazgatóját. Erre az ünnepi alkalomra szeretetteljes üdvözletüket küldjük az emlékező közönségnek, egykori kollégáknak, Csipka Éva, Acél Péter, Mészáros Nóra, Torma Gabriella, akiknek fel is olvasnám erre az alkalomra küldött néhány sorát Franciaországból. Tehát Torma Gabriella visszaemlékezése. 1977. július. A minisztériumban óriásra nyíltak a szemek. Torma Gabi Miskolcon akart tanítani. Senki, aki moszkvai tanulásból hazaért, nem kért máshol tanári járást, mint Pesten. Na hát, tanítani akar. Mi ütött belé? Nem elég neki a filharmóniai szólista? Nem tudták, hogy milyen régi vágy volt ez, csak én még életemnek éreztem magamat azelőtt a nekikezdésnek. De elfogadták ezt a különös kérelmet, és én így szeptember elején remegő gyomorral és szívvel beállítottam nagy kaland helyszínére a Miskolci konzéba. Az első találkozás a kollégákkal már megnyugtatott. Kevésbé éreztem magam egyedül, és tudtam, hogy kezdeti hibáimat segíteni fogják majd. Nem tudom leírni az első találkozást a növendékeimmel. Egy kis csapat fogadott csillogó szemekkel és tökéletes bizalommal. A felelősség érzete megcsapott, de a szeretet, amit bennem kiváltottak, nekem elég bátorságot adott. A lelkesedés mindenkit eltöltött, a világ megváltó terpeszkedés nyitott. Darabválogatás, koncertek, versenyek, utazások, óriási gyakorlás. Csodálatos emlékezet. Sok szép eredményt hallottam és éltem. Nem hiszem, hogy azonnal jól tanítottam. Mégis a növendékei tehetsége, kollégák és Radocs Ferenc, aki nagyon sokszor jött, mint felügyelő, és a kezdő tapasztalat segítségével azt hiszem, nem sok zavart okoztam fejlődésében. Minden, ami tanításból, zeneművészet átadásáról ma tudok, ott indult el Miskolcon. És köszönöm az összes remek kollégának, ezt mind nagybetűvel írja, akik végigvitték a tanulásokat, és én távozásom után remek érzés erre visszavon. Nagy örömünkre szolgál, hogy ma este, vagyis hát nagy örömünkre szolgál volna, ha ma este itt köszönhetünk volna körünkben Rőcei Ferenc tanárulat, itt a zongora tanárok szeniorát, aki ugyan nem a kezdetektől fogva, de aztán az aranykortól, a 60-as évektől kezdve már ő is tanára volt az intézménynek, a zongoratanszaknak, ő sajnos nem tudott ma velük együtt ünnepelni. Mindenesetre én nem küldjük köszöntő szeretettel. A következő műsorszám előadója már a 80-as években volt iskolán tanára, Les Attiláról van szó, aki jelenleg a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának tanára. 1988-ban került ide kezdő tanárként, rövid idétére nagy szeretettel emlékezik vissza. Műsorán Bach Siloti preludjét hallhatják, aztán Gluck Scambati melódiáját, majd végül Chopin Opus 10-es numero 1-es hírhet C-dur etüdje, ezzel a darabban mutatkozott be annak idején kezdő tanárként. Thank you.
Thank you.
aki az elmúlt évtizedekben és a mai napig is aktív részese egy zenei életnek, úgy mint zongora, művész és zeneszerző. Ebben a vonatkozásban is bemutatkozik majd az est folyamán egy saját művével. Számos növendéke van ma is zenei pályán. Kiváló tanárok, koncertező művészek közül is igen sokan. Egyik legnevesebb egykori növendéke a díszdíjas Farkas Gábor, aki a Liszt Ferenc Akadémia tanára, és akit a napokban nevezte ki a Tokiói Zene Akadémia vendégprofesszorává. Kérésemre egy videó üzenetet is készített, ezt majd le fogjuk vetíteni szintén a jubileumi záró koncertetre, nagyon sok szeretettel és hálával emlékszik vissza, nem csak a zenei tanára, de a közismereti tanára is. A mű, amit most elsőként hallhatunk tőle, Beethoven D-ból úgynevezett vihar szonátájának harmadik tétele. Thank you.
egykori kollégája volt, Békés Zsuzsanna tanár. Számos növendéket irányított a művészi vállás útjára, növendékei rendszeresen szép sikereket értek el nemzetközi és országos versenyeken. Köztük említhetnénk Pap Mónikát, Kovács Krisztinát és a Franciaországban élő, ma is koncertező zongoraművésznő Krausz Adrien. A jubileum alkalmával őt is megkeresték kollégáim, és szeretettel küldi Krausz Adrien emlékező gondolatait az ünneplő közönségnek. Rengeteg felejthetetlen pillanatot őrzök az itt eltöltött 4 évből. Azt hiszem, nincs ideálisabb intenzív zene tanulásra belépni a felnőtt korba. Nagy szeretettel és hálával gondolok mind zenei, mind közismereti kedves tanáraimra, osztályfőnökünkre, aki sajnos már nincs között. Zongoratanárom, Kis Zsuzsa sokkal több volt, mint főtártanár. Zsuzsa nem csak a zenei fejlődésemmel törődött, nyitott meg számomra a kapukat, hanem kezdettől fogva egy csodás, ám göröngyös szakma nehézségeire is felkészített. Az első nagy sikereket is együtt éltük meg, felejthetetlen emlék a talpasi országos zongoraverseny nagy díja, és az olaszországi, szemigáliai verseny első díja, amire Zsuzsa energiát nem kímélő módon készített fel, majd együtt izgult és örült vele. Messze van már, mégis olyan, mintha tegnap lett volna. A mostani fiataloknak pedig azt kívánom, hogy ugyanolyan intenzív és emlékezetes éveket töltsen itt, mint a mi generáció, a tanároknak pedig fáradhatatlan munkájukhoz továbbra is sok kifogyhatatlan energiát, örömet és jó növendékeket kívánok, még sokszor 50 évig. Kis Zsuzsa tanárok pályakezdéséről és itt töltött éveiről a következő gondolatokat szeretnék önökkel megosztani. Finta Gábor, az akkori igazgató, megkeresett a Zeneakadémia tanulmányi osztályán, hogy szeretne alkalmazni egy friss diplomást a konciban. Mire elkezdődött a tanév, ő már egy másik földrészen élt Kanadában. Néhány évvel később, Pap Zoltán halála után, életem a tanszakvezető is kimondhatatlanul boldog éveket töltött. Nagyszerű kollégák és tehetséges tanítványok között csodás sikereket értünk el együtt, amiért nagyon hálás vagyok a sorsnak. 15 év után helyszínt váltottam, de a kapcsolat mindig megmaradt. Kocsis Zoltán Zenepalotában tartott mesterkurzusait is rendszeresen látogatok. Szeretem ezt a várost, és szeretem ezt az intézményt. Életem egyik legszebb szakaszát töltöttem. Kis Zsuzsa előadásában most Liszt Ferenc egyik nagyon népszerű és nagyon virtuóz zongoraművét hallhatják, Verdi operájának egy részlete nyomán készült Rigoletto paráfrázis. Thank you.
nyugodt díjazott kollégám, Balázs Adriánnak Szöngora művész. Mintegy két évtizedet töltött iskolában. Nagyon korán megmutatkozott a zenei tehetségen, és már 10 évesen zenekar élő volt szólista. Szintén ettől az évtől a Pozsonyi Konzervatórium magának indulta. Tanulmányait Leningrádban folytatta, és olyan világhírű művészekkel dolgozhatott együtt, mint Richter, Willers, Sosztakovics. Mielőtt Miskolcra került, a Kassai Konzervatóriumban tanított, és az Eperjesi Egyetem zongora tanszékének adjunktusa is volt. Több országban hangversenyezett az általa alapított Balázs trióval. Mai napig aktív fellépője hangversenyeknek. Balázs Adrián előadásában Liszt villadeszkeszökő kútjait thank you.
történik olyan, akiben most már ne tolódnál az a bát, hogy elmenjen a Rómától nem messze lévő Tiboriba, és ott megint ez a Wildereszre, nagyszerű építészeti remeket, ezt a villat, ezt a szűkült ugyan, képzeljük, hogy egyetlen egy ilyen mechanikus szerkezet sincsen benne, kitalálva, hogy a gravitáció vezeti ebbe az egész hosszú és nagyon rendkívül ilyen bonyolult rendszerben hiszen. Szóval a villat ezt egy rendszer el kell menni, és köszönjük szépen az üdvésztő tanárnőnek, hogy ezt az élményt jól felfogasztottam. A következő felépünk Kádas Klaudia, ide járt a növendékét is, a konziba és a közelmúlti itt is tanított iskolába. Bár az élet úgy hozta, hogy földrajzilag messze került tőlünk, jelenleg Habsburgéban él, de nagy szeretettel gondolt vissza az itt töltött évekre. Engedjék meg, hogy megoszthassam önökkel az ő szubjektív gondolatait. Szerettem a konziba járni, ezért a szakközépiskola 4 évét úgy teljesítve 6 évig oktattam a zenekarokat. Emlékszem az előkészítős éveink kezdeti időszakára, ahogyan társaimmal szaladtunk a lépcsőkön, és időnként fogalmam sem volt, merre járunk ebben az elhatásos hallgatásban. Már ekkor megérintett az a légkör, amely a konzit mindmáig bővülve. Persze 12 évesen még nem tudtam megfogalmazni, hogy mi ez, de éreztem, érzékeltem egy különleges világot itt, a zene otthonában. Ez valami olyasmi érzés, mint amit templomokba belépve tapasztalok. Egy másik síkra csöppenek, amelyet a jóra, a szépre, a mindig tökéletesebbre való törekvés, az alázat, a lehetetlenségek legyőzésére tett erőfeszítése, a szellem és lélek nemes rezdülései együtt alakulnak. Szeretek ma is a konziba jönni, megérezni ezt a hangot. Köszönet ezért azoknak a csodálatos embereknek, a múlt és a jelen kivételes tanárainak, diákjainak, akik elhivatottsága és az elhivatottságra adott válasza, munkája, fegyelme, játéka létrehozta és fenntartja ezt a varázsát. A jó Isten éltessen kedves egykor iskolán, happy birthday! És hát most akkor hallgassák egy nagyon lelkes és kiváló egykori kolléganőm előadásában Camille Saint-Saëns Allegro appassionato. Thank you.
nyári estén, Bagdádban tanárt meg zongora műve, mely az ihletet egy párizsi utca zenész műtik állása adta. Tehát pedagógiai célra komponált ezt a darabot, nagy siker volt mindig is, elmondása szerint, még most is megtalálja az utat önökhöz. Kamara partnere Nagy Enikő tanárnő lesz, aki szintén egykori vendége volt az iskolában, és később lesz a kollégája. A grotesk kerül. Thank you.
Középfokon szintén ebben az iskolában Kapjával növendékek tanulnak. Belsőfokú tanulmányai Szerencsés Márta, Barbita Imre, Németi Attila és Zentrini Kornél irányítása alatt voltak. Nagy megtiszteltetés számára, hogy az akadémiai tanulmányai utolsó évétől lehetősége nyílt visszatérni főtártanárként egykori iskolájára. Azóta folyamatosan az iskolák tanára, korepetitora, egyben a város zenei életének aktív résztvevője. Egykori növendékei sikerrel tanulnak tovább az ország zenei felsőoktatási intézményeiben, és folytatnak pedagógiai munkát országszerte. A nemrégiben hallott Kárdas Klaudiával közös tanítványa, Varga Gergő, zongora művész tanár, több rangos verseny díjazottja, legutóbb a Cifra György nemzetközi zongora verseny győztese. Megint egy kis reklám következik, Varga Gergőt is hallhatják majd szóló zongoristaként, a jubilami zárókoncertet követő Bartók maratonon, ami június 18-án vasárnap lesz. Nagy Enikő kamara partnere, kolléganője és nem mellesleg egyik első növendéke, Szőr Krisztina tanárnő. Ő ugyancsak sok szállal kötődik iskolához. Zeneiskolai tanára Jakabné Szándor emeserénél, Hőcei Ferenc tanáról zenei unokájának is tekintettük. Középiskolai tanulmányait szintén épületünkben folytattak. Első tanára Kocsis Eszter, mai nevén Zsemberi Eszter tanárnő, akit nagy örömünkre személyesen is újra üdvözöllek. Később Szlovencsák Péter, majd ahogy említettük, a főiskolai tanulmányai Kárdas Klaudia majd Boros Árpád irányítás alatt folytatta, aki szintén egykori növendéke volt iskolában. Egyetemi diplomáját Szegeden Zsigmond Zoltán tanítványaként szerezte meg. A miskolci zeneoktatás mindhárom szintjén végzi hasznos munkáját. A mű, amelyet előadásokban hallhatnak, Camille Saint-Saëns Haláltánc. Thank you.
Nálásként következik a generációi találkozása, két régi tanár és tanárnak is két új tanára, hogy előadni azt a nagyon népszerű művet, amelyet ilyen komponát, más mint a kartánc. Ezzel szeretnénk megköszönni önöknek a megtisztelő jelenlétet, és kifejezni örömünket egykori növendékek, kollégáim, jelenlegi tanárai, kollégáim. Szeretném felkérni, vagyis megkérni egykori növendékeket, tanárokat, jelenlegi növendékeket, tanárokat, hogy a hangverseny után Istenemben várjuk őket egy kis fogadásra. Nagyon szépen köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a következik akkor a záró műsorszám, csak a csatlóján kartánca. Nagy Enikő, Ször Krisztina, Balázs Adrien és Pap Gábor.